Köszöntöm a politikai hobbista nézőit, mind a kettőt, aki nem a bolgár magyart nézi. Nagyon vicceltem, tudom, hogy van ismétlés, meg a Pesti TV oldalán bármikor vissza lehet nézni a műsort. Én a bolgárt nézem, Jessikém. Hát, mert van itt velem 5 ember a stúdióban, aki nem a bolgár magyart nézi, de úgy látom, hogy csak 4. Perutek János a kivétel. Van valami eredmény? Egyelőre még 0-0 a zárás. Na jó. Szóval javítok, akkor itt van ma velem Perutek János, aki a Pesti Sátor sportújságírója, és Sunyiban meccset néz a pad alatt, aztán itt van Takács Áron, aki nyilván most is fegyverekről ábrándozik. Nem, én is a meccset nézem. És itt van az újonc Tas Dániel, aki fogalmam nincs, mit csinál a pad alatt, és közben miről ábrándozik, de előtte nincs laptop viszont. Jó, nem is kell ábrándozni, mert itt van velünk a gyönyörű Mészáros Nóra, akinél szintén nincs laptop, és nem is tud ezáltal meccset nézni. És annyit elárulunk, hogy az Ambrózi figyelni. Azért nincs itt, mert ő is meccset néz. És kérte, hogy hadd nézzem a meccset, így van. Na hát mai műsorunk második felében Gerendai Károly lesz a vendégünk, akivel beszélgettünk az idén elmaradt Szigetről, a turizmusról, ami szintén elmaradt az idén, meg egy kicsit a gasztronómiáról is, ami talán nem maradt el. De kezdjük ma egy olyan szóval, amit Magyarországon utoljára több mint 10 éve hallottunk. Ez pedig a megszorítás. És kitől hallottuk? Na kitől, tessék, körkérdés? Gyurcsány Ferenc. Hát én Gyurcsány Ferencet idézik, a Veres Janinak igaza van, én a Veres Janira tippelnék. Jó, Dani? Draskovics Tibor. Jani? Bokros Lajos. Hát mindegyik válasz egyébként a maga nemében stimmel, mert mindegyikük nevéhez fűződik megszorítás, de a leghelyesebb válasz Draskovics Tibor. Az újonc átment a vizsgán, ugyanis Drazsé volt a legutóbbi megszorítás. Drazsé volt a legutolsó nagy megszorítások kitervelője, viszont nincs valamilyen fajta hiányérzetünk, amikor Draskovics Tibor neve felmerül? Hova tűnt Damon Hill? Hova tűnt Damon Hill? Hova tűnt? Draskovics Tibor. Én ahogy pont tudom, hol van. Nem árulom el. Hát, ahogy a régi mondás ugye fogalmaz, a kommunista nem vészel, csak átalakul. Hol van ma Draskovics Tibor? BKV ellenőrző. Na hol? Hát ellenőrzi a BKV-t, ez valóban. De még hogy. Ugyanis tavaly ősz óta ő a Budapesti Közlekedési Központ igazgatósági elnöke. Milyen érdekes, váratlan fordulat történt? Én egy csomó emberrel összevesztem annó tavaly ősszel, hogy így azért szavaznak a karácsonyra, hogy ez az egész elmúljon, és mondom, hogy az MSZP-SZD ezt nem fog visszajönni. Nem. És amikor visszajött, így tök csodálkoztak. Mondom, hát, az már a Jobbik, aki csodálkozott ezen. De akkor a kommunista nem átalakul, csak visszakúszik. Igen, kő alatt. Hát ebben az esetben egyébként a nagy átalakuláson tényleg nem. Mint az Amőbe, hogy ketté osztódnak. Hát ugye, tegnap este ugye... Sőt, sokszorozódnak. Tegnap este ugye Budapest baloldali vezetése megszorításokat jelentett be. Régen volt a kormányon, régen vezettek bármit is, ami túlmutat egy nyilvános WC-n, de most láthatjuk, hogy semmit nem változtak. Kizárólag csak a megszorításokban, adóemelésekben képesek gondolkodni. Mondjuk 19 óta azért annyit finomodott a haladó baloldal, hogy már nem puskával mennek rabolni, hanem jogszabályokkal. Tavaly 346 milliárd forint volt a főváros költségvetése, ezt karácsonyig 2020-ra feltornázták 408 milliárdra, majd rájöttek, hogy nincs annyi pénzük, ezért megszorításokat jelentettek be. Az a kérdés, hogy ezek hülyék, vagy minket néznek hülyének. De nézzük, hogyan is írtak erről februárban. Elnézést, ez most egy kicsit száraz lesz, de lássunk tisztán, hogy milyen a haladó matek, ami pontossága és megbízhatósága talán csak az árja matekhoz mérhető. A rendelet az önkormányzat költségvetési bevételét 284 milliárd forintban, kiadásait 408 milliárd forintban állapítja meg. Az így keletkező 124 milliárd forintos hiányt az előző évek maradványának felhasználásából, a hitelszerződések lehívásából, belföldi értékpapírokból finanszírozzák. Vagyis akkor elmondom érthetően. Majdnem dupla annyi pénzt akartak elkölteni, mint amennyi bevétele van a fővárosnak. A különbözetet a maradványpénzekből. Tehát egy dúra vezetnek a magyarok. Bocsánat. Még egy fontos információ, itt a sok tudom, hogy itt a száraz hogy beletapostam. Ennél fontosabb információt nem mondhat. Mennyivel jó információ volt, amit itt a jeszteket. Nem, de egyébként... Száraz, így az egésznek más a fekvése, amit eddig felolvasni. Ez kiszáradt karácsonyfal, gyerekek. Tehát a száraz tényen kell megalapozni. Na de én most szomorú vagyok, mert mi lesz szegény falkal?
a Sázival. Nem tudom. Orbánnak jó lesz, hogy neki ott lesz. Szegény Falkas Házi Tivadar. A Teddy az a helyzet, hogy egyetnek a magyar. Na jó, szóval ugye Tarlós Istvánék felhalmoztak milliárdokat, amit egyébként Karácsonyék letagadnak, ezekből, hitelekből és további hitelekből akarják összerakni a büdzsét. Szokásos baloldali matek. Feléljük a tartalékot, hiteleket veszünk fel, csődbe megyünk, sikongatunk, hárítunk, másra fogjuk, majd a végén bevalljuk, hogy elnézést, nem értettünk hozzá. És jön a... Kérdés, utána megvárjuk a kormányváltást, összeszedjük magunkat. És megsorítasz, hogy minden félmondathoz tudok arcot rendelni az MSZPSZDSZ-től? Mert hirtelen beugrott, hogy ez. Mondod, minden félmondathoz legalább 3-4 arcot tudok rendelni. Na de a kérdés, hogy akkor miért nem keresnek valami olyan szakmát, amihez értenek? Hát ez a sok ilyen belpesti éttermiségi szociomókus, hát mi ezért a risszedéshez talán? Hát ahhoz mondjuk nem. Bocsánat, Risszedők szakszervezetének a jegyzőjeként, ezt ígérem magam. Nem, de hát ahhoz mennyit kell már dolgozni? Hát az melós. Hát ez túl melós neki. Igen, lehet, nem tudnának risszedni egyébként, ebbe egyetétek, elvéreznének. Na, szóval erre az alapból elbaszott költségvetése érkezett meg a koronavírus járvány, ami jelentősen csökkentette az adóbevételeket. Az országban mindenhol, természetesen csak a budapesti baloldali vezetésnek okozott megoldhatatlan problémát, hogy ehhez alkalmazkodjon, mert ők mit is csináltak? Miután lefutották a kötelező köröket, vagyis sikongattak, hárítottak, másra fogták, ezután kifundálták, hogy akkor az éppen csak túlélő vállalkozásokra büntető adót vetnek ki. Fizessenek a gazdagok. Ismerős ez a mondat valahonnan. Na honnan? A kommunistáktól. Szóval a költségvetést nehezebb lenne újra tervezni, hiszen a több száz fős leppet kirúgni nem szabad, a budapesti Városdiplomáciai Akadémia névre hallgató káder elfekült, nem szabad piszkálni, rovarhotelekre és propagandára szükség van. Tehát mi jut eszünk be ezeknek a kreténeknek? Az amúgy is rohadt nehéz helyzetben levő vállalkozásokat kivéreztetik. Persze el tudok képzelni olyan szitut, amikor háborús különadót kell kivetni a vállalkozásokra, de akkor azt a bizonyos nadrágcíjat húzzák már meg ők is. Kálmán Olga, Jámbor András, Jávor Benedek, Tordai Csaba, Ámon Ada, Misetics Bálint meg a többi semmire kellő szépen távozzanak ebben a nehéz helyzetben a Szent Piacra. Én a többiről nem tudom, de a Kálmán Olgának az biztos, hogy határozott idejű szerződése van, nem? A fővárossal. Tehát, hogyha most elküldöd, akkor ugyanúgy kifizetik ezt a 60 millió forintot. Tehát igazából jobb, hogyha maradnak. Ez egy lúz-lúz szituáció, úgy látom. Nem tudsz nyerni. Tehát a fizetésükből már csatahajó gerincét le tudnánk fektetni, hogyha ezt persze, mire gondolsz? Neked minden, van akinek mindenről ugyanazt jut. Egy félhajó. Hát nem, de. Szóval ezek ugye közpénzpiócaként, pardon, hivatalos kifejezéssel tanácsadóként szívják szárazra a fővárost. Te szegény ember elégtétele, de mi megmondtuk. Ahol a baloldal kerül hatalomra, ott megszorítások, bérbefogyasztás, elbocsátások, fejlesztések leállítása, adóemelés, hitelfelvétel, ilyenek következnek. Ha a kormányrudat is megszereznék, akkor a fizetések, nyugdíjak elinflálása lenne soron. Ennyit tudnak. A koronavírus járvány valóban nagy sebet ütött a főváros költségvetésén, ahogy más városok is rengeteg bevételtől estek el, és hát az ország költségvetését is át kellett írni tetőtől talpig. De Budapest baloldali vezetése képtelen bármilyen szakmai, szellemi munkára, mert a számokról mindig a megszorítás jut csak az eszükben. Esetleg a tarhálás. Megszorítás. Ugye a járvány alatt... Csak finoman, majd... Jó, nehogy bevonzat, mert nem is nyomom ezt. Igen, így van, még a bevonzat. Én még hazamegyek a megszorítás. Rákapunk. Most esetleg mit mondtál? Hogy milyen számok jönnek eszébe? Azt hittem, hogy prim számok jönnek. Ja, a legnagyobb két jegyű prim szám a fizetés. Számokról a megszorítás, de egyébként a prim számok járnak az eszébe. Nem, szerintem Gyurcsánynak nem a prim számok járnak az eszébe, szerintem a vodka jár az eszébe. Szóval a járvány alatt 69 milliárd forintot zárult Karácsony a februárban elfogadott ilyen ábránt költségvetésből. Tehát gyakorlatilag lemondtak azokról a fantázia pénzekről, amit hozzáírtak ahhoz a valós költségvetéshez, amit Tarlósék készítettek még 2019-ben. És ehhez érkezett körülbelül 30 milliárd forint adókiesés. Így az igazából egy-két évig tartó, kinőhető probléma miatt inkább tönkreteszik az egész várost. Egy valamit felejtették ki, a szocialista csodafegyvere a zenából, a privatizációt. Na, azt elfelejtetted mondani, és úgy hallom a mai hírekben, hogy a Városligetbe a szálloda lett az új fa. Hirtelen már mégse fa kell oda, hanem szálloda. Ez mekkora, nem? Hogy hát szétkompányolták magukat. Agyon kompányolták magukat ott a Városligetbe,
és utána ő megérkezik, és szállodát. Szerintem az úr. Erre hogy ugrottak, amikor a hajógyári szigeten más akart szállodát építeni, amiből egyébként nem lett semmi. De hogy ugrottak? Szerintem hagyjuk, ezt a, gyerek a hagyjuk ezt a témát, mert az új múlt 2000 Kft. És részesedni fog egy kicsit a fővárosi piócáskodásból, úgy érzem. Hát, mert ez a ligetvédelem karácsonyoknál, ez a ligetvédelem a gyakorlatban. Igen, hatalmas új múltja lesz itt a karácsonynak. Milyen szar lett volna, több zöld felület lett volna. Nem? Most már inkább mégse kezdődik. Most már nem annyira, mert hogy múzeum ne legyen, de luxus hotel legyen. Elképesztő. És tényleg, mi van a Tiborcadóval? Tavaly ősszel más sem hazudott Gejgő, mint hogy majd jó kis büntetőadót fog kivetni a fideszesekre. A Gejgő, rájöttél? Érted, ne csúfoljátok, beír az anyukája. De ő nem az arisztokrata Gejgő. Nem, Gejgő lenne az arisztokrata. Gejgő. Nem, ő Gejgő. Rájöttél, Gejgő, hogy már nem 1919-et írunk, és nem vethetsz ki adót senkire politikai alapon? Úgyhogy most a vállalkozásokat akarod megsarcolni? Csillagvirág, rájuk sem vethetsz ki társasági adót, mert azt a kormány határozza meg! Én már azt is tudom egyébként, hogy az egész helyzetben ki lesz a megmentőjük, a Bajnai Gordon. Mindig hozzáfordulnak a nagyon nagy bajban, emlékeztek még rá? Itt egy ilyen szent angyal megérkezik. Glóriával azt tudjuk. Gyere, most már gyere! Egyébként eddig sose próbálták a Bajnait. Hát most működik, nem? Tudjátok, Einsteinnek volt az a mondása, hogy az elmebaj biztos jele, ha valaki ugyanazt csinálja újra és újra, és azt várja, hogy eltérő legyen az eredmény. De most nem valami új adóról van szó? Hát nem Budapest olyan... restartadónak. Igen, tehát ez egy tök új dolog, nem? Hát ez egy teljesen új restartadó, mert ugye ez nem start, restart. Tehát ez gyerekek, ez vagy új dolog. Hát tök új, mert ez az elmés szociológus azzal akarja újraindítani Budapest gazdaságát, hogy adókat vet ki. Jaj, ugye a legalapvetőbb közgazdasági tény, sőt, puszta józanész is elegendő hozzá, hogy tudjuk, hogy adót arra lehet kivetni, ami prosperál, vagy legalábbis működik. Tehát Karácsony azzal akarja felpörgetni Budapestet, hogy megadóztatja. Hát nehéz az ügynök élete, igen. Mire gondolsz? Nagyon okosnak hát kell lenni. Hát úgy dolgozna, hogy Budapest valahogy ne legyen vonzó célpont a befektetéseknek külföldről. Én erre gondolom. Mondjuk jogos, ugyanis azzal, hogy a britek ugye távozóban vannak az Unióból, hatalmas verseny indult a tagállamok között, hogy hova települjenek azok a cégek, meg ilyen pénzügyi szolgáltató központok, akik elhagyják Londont, és nem kevés ilyen van. Frankfurt hagyományos pénzügyi központ, de Budapest is jó eséllyel indult ezen a versenyen, mert hogy szinte kizárólag benszülött magyarok lakják, ezért aztán jó a közbiztonság, rendben van az infrastruktúra, jól képzett és szorgalmas a munkaerő, és alacsony a társasági adó. Viszont ezzel a mesterséges válsággal Karigeri pont a társasági adót akarja megemeltetni, amellett, hogy hagyja lerohadni az infrastruktúrát, mert hogy megszorítások jönnek, és elönti a belváros csövesekkel. Már is nem hozzánk települnek át a Londont elhagyó cégek, hanem mondjuk Frankfurtba. És tudjátok, mi a durva? Hogy a szavazóit ez sem érdekli. De hogy? Nem erre szavaznak. Lényegtelen. Hát nem, mert amikor még híresen volt a koronavírus járványnak, és dübörögtek a 6. meg a 7. kerületi kocsmák, szórakozóhelyek, ő előre bejelentette, hogy korlátozásokat fog bevezetni a vendéglátásban és a bulizásban. És az ottani ilyen nagyon szabad elvű vendéglátósok örömmel tapsikoltak neki, mert fúj Orbán! És el is mentek szavazni rá, meg a DK-ra, meg a Momentumra. Szóval mit csináltak a buli negyed vállalkozói? Beleléptek a saját gerebjékbe. Ezen a héten még azt hiszem nem osztottunk aranygerebje díjat. De a díj után térjünk át egy még komolyabb témára, a világbékére és a fegyverekre. A kérdés az, hogy akár a világbékében való naív hit, akár a hasonlóan naív, majd a NATO megvéd minket helyett, mennyire van jogunk megvédeni saját magunkat? Ugye valamikor a 90-es évek elején a Berkeley-n egy világhíres történettudós Francis Fukuyama megírta a nagyhatású művét, amelyben azt az ökörséget állította, hogy a nagy Szovjetunió bukásával a történelem is véget ért, ugye az end of history. A mindig minden hülyeségben, ugye kétségek nélkül hívő és a saját jó emberségüktől a gatyájukba csöppenő libernyák értelmiség az egész nyugati féltekén füstölővel táncolta körbe őt is, meg a könyvét is, és rögtön megkezdődött a heves leszerelés. És ugye a kicsit értelmesebb emberek már akkor is látták, hogy olyan mértékű fegyverkezésre, mint a hidegháború alatt volt, nyilván nem lesz szükség, de a történelem egyáltalán nem ért véget. És az az ország, amelyik önként lemond önmaga megvédésének képességéről, a saját magát szúrja tökön, vagyis saját maga alatt vágja a fát, mert ebben a műsorban ugye illik szépen és szabatosan fogalmazni.
2014-ben aztán ugyanezek a szerencsétlen, jólétben elhűlt nyugati idióták döbbentek meg őszintén azon, hogy Oroszország egyszer csak katonai erővel bevonult a Krímbe. Na hát, az élet nem egy 1970-ben forgó John Lennon strófa. Ki gondolta volna? Én gondoltam volna, én kihúzom magam. Meg is nézhetjük mindjárt, hogy én gondoltam már 2014 előtt is, hogy a fegyverek azok, hogy mondjam, nem nélkülözhető dolgok. Na jó, de te nem azért, te nem ebben a racionális megfontolásban. Te ülsz is ennek. Ott vagyok én. Nézzetek engem? Én. Na de te nem ilyen racionális megfontolásból gondoltad ezt, hogy a katonai... Ez kérlek egy tigris. Meg kell védeni, hanem egész egyszerűen szerelmes vagy a puskákban, meg a tankokban. Bevallom, hogy én a múzeumokban nagyon-nagyon szeretem ezt nézegetni. Amikor itt voltam és beléptem ebbe a múzeumba, egyszerűen megcsapott a gépszag, és annyira csodálatos volt, ez pedig egy Sherman. Nagyon kellemes és hasznos háttér. Jó, tehát akkor... Mikre használnád ezt? Hagyjuk ezt. Nem, akkor holnap nem életek már, hogy ezt így elmondanám. Melyik nemzetet emlegetnél, hogyha emlegethetnéd, és nem kéne attól félned, hogy holnap nem jössz? Hát na jó, tehát te fegyverbuzi vagy, nem? Egyébként ezt nem állítanám, nagyon szeretem az tényleg szép és impozáns fegyvereket. Egy gyönyörű tank. De igen, tehát őszintén szóval... Náci vagy. Különben nem lennék máshol. Egyébként azt kell mondjam, hogy szerintem ezeknek alapvetően a helye ott van, ahol mondjuk Magyarországon tartják, tehát a múzeumban, a laktanyákban és bizonyos rendvédelmi szerveknél. Megmondom őszintén, hogy ez a mindenkinek legyen olyan fegyvere, amit a katonákon kívül szerintem senkinek senki nem kéne kezelni, az nekem nem jön be. Tehát Texasban az, hogy automata rohampuskákkal szaladgálnak az emberek a bevásárlóközpontba, azt nem is értettem, hogy ez hogy jön össze. Én pedig azt hittem, hogy te azt imádod, hogy gyertek, és akkor mutasd neked, milyen van. Érdekes, itt ugye két különböző dolog van a fegyverek esetében. Ugye a magánemberek fegyvertartása, Tehát a fegyver, én nem vagyok ez ellen egyébként. A fegyver, mint használati tárgy a magánembernél, csak, és a fegyver, igen, mint katonai eszköz, mint egy ország határainak. Igen, tehát a második az teljesen rendben van. Arra vannak a megfelelő szervezetek, és ők birtokolják a fegyvert, és szerintem náluk jó helyen vannak a fegyverek. És most tegyük hozzá, ez nagyon fontos, hogy a fegyver az nem egyenlő a háborúval. Tehát a fegyver az alapvetően védelmi eszköz, nem véletlenül hívják védelmi minisztériumnak világszerte azt a szervet, amelyik pontosan, hát amelyik elég komoly fegyverarzenál fölött diszponál. Ugyanis a fegyverkező államoknak a 90% az nem hadügy, hanem védelmi. Hogyha lenne egy képzés, és utána lehetne Magyarországon fegyvert viselni egy normális képzés után, én szerintem az normál. Mit szóltak most az új szigorításhoz, amit 3 év múlva fognak bevezetni? Gázriasztó fegyverekre, még komolyabb szabályok. Igen, mert azokat ugye egyszer liberalizálták. Igen, azt hiszem 14-ben talán. Nem, még a 90-ben. De most is volt. Egy újabb, de mert emlékszem, hogy a 90-es évek legelején volt egy ilyen liberalizáció a gázpisztoly, meg gáspré ezekkel kapcsolatban, mert régen az is tiltott volt. Most ilyen EU-s jogharmonizáció miatt. Hát abban biztos vagyok, az EU az nagyon nagymatag, és hogy mondjam, tehát nem az a ideális. Hát az hadseregügyben nulla. Minden esetre, amíg ugye ekkora biznisz a fegyver, gyakorlatilag a második a kábszer után, vagy mellett, vagy nem tudom, addig lesznek nehéz, fegyverek. Hát és ez vicce lesznek fegyverek, egyébként. Mert egyrészt biznisz, másrészt, és ugye pont ezzel a világbéke hívő hát az egy liberális elmebajjal szemben. A valóság az, hogy mindig vannak olyan, akár teljes államok, vagy ilyen mini hadseregek, vagy hadurak, akik nem veszik figyelembe a nemzetközi törvényeket. Milíciák manapság, milíciák, ugye, igen. Amerikában. Abszolút, tehát akiket nem érdekel a törvény, sem a helyi, sem a nemzetközi jog, és ők fegyverkeznek. Igen, tehát Amerikában azért ez most bejött nekik, hogy tradicionálisan van ez, hogy fegyvert tarthatsz, tehát az alkotmány garantálja, ugye ez történelmi alap, hogy ott ugye, mit tudom, 300 mérföldön belül volt 30 fehér ember, akire számítottál, és meg kellett védjed magad az indiánoktól például. Tehát ott alap, hogy mindenki tarthat fegyvert. És most ez bejött nekik, hogy tulajdonképpen állik fel vannak fegyverezve, akár automata fegyverekkel, és megvédik a közösségüket az ilyen szélsőséges nyugtatóktól. Hát de ilyen fekete hadseregek is végig tudnak. Hát na ez a másik, hogyha mindenkinek van fegyvere, akkor nekik is lesz, ugye, és akkor az van. Igen, csak hogy a bűnözőt nem kötik a törvények. Tehát én azt gondolom, hogyha a szabad fegyvertartás jól működik, akkor mindenkinek lehet fegyvere, annak is, aki egyébként nem agresszív, nem gonosz, és tényleg csak védelmi célból használja, viszont akinek hátsó szándékai vannak a fegyverrel,
úgyis megszerezni. Annak úgy így van. Az így is úgyis megszerezni. Azért mondom, hogy egy komoly kiképzés után szerintem normális lehet. Én azért azt mondanám, hogy Magyarországon még a bűnözők közt is nem olyan sok, akinek tényleg van fegyvere. Éles, semmiképp sem szerintem. Tehát azért, tehát van kétségtelen, hogy van visszatartó ereje a fegyverkorát, mert nagyon szigorú a törvény. Tehát Amerikában olyan, nem egyszerű beszerelni. Amerikában igen, olyan fegyverek vannak, amik értelmezhetetlenek így józan észre. Tehát egy ekkora kis nyavajával, ami volt egy ilyen moziban elkövetett ilyen tömegmészállás, így bent tartotta a csávó a két kabát zsebébe, és akkor elővette, és lemészállult vele. Az amcsi fegyvermániában vannak azért extrém esetek. Hát ez tudunk is mutatni egyet gyorsan. Igen, tehát az ilyen fegyvereket azért ne. Egy perccel. Meggondoltam magam, ilyen fegyvert bármennyit, bármikor, egész nap ezt lőném. Kicsit dobni így a szendvicset fölülről, nyomnád egész nap. Nézzétek majd meg, YouTube-on van egy srác, aki dobol, és utána ütemre, tankkal, fegyverrel, mindennel, szenzációs. Igen, tehát én ettől a fegyvertől nem félek, mert ezzel nem fognak tömegmészárolni. Na hát azt tegyük hozzá azért, hát ezt hogy ezt az egész fegyvertémát Dani dobta be, aki a feleségével szokott vitatkozni, aki sokkal nagyobb fegyverbarát, mint te, ha jól sejtem. Nem, az az igazság, hogy ez az egyetlen pont, amiben gyakorlatilag nem értünk egyet. Én egyébként annak a pártján vagyok, hogy otthon egy képzés után, ahogy János is mondta, otthon egy képzés után az, hogyha valaki vállalja a felelősséget, hogy bejön az ingatlanomba, az vállalja a felelősséget, igen, hogy ez esetleg az... szájba lövön. Igen, ez mert a család fejében fogom. Igen, ez így kerek. Itt most de az, hogy ilyen, ez a open carry. Ja. Itt most egy picit megállunk, kicsit szünetelünk, és 5 perc múlva folytatjuk Gerendai Károllyal, turizmusról, gasztronómiáról, Sziget Fesztiválról. Tartsatok velünk! Folytatódik a politikai hobbista Mészáros Nórival, Takács Áronnal, Tas Dániellel és Perutek Jánossal. Egy amerikai zászló. Amerikai meccs is van közben? Nincs, de mielőtt még elkezdjük, mondok még egy jó hírt a bolgár-magyar 0-1 mellé, Izland-Románia 2-0. Aminek azért örülünk, mert a románok kikapnak, tehát ilyen egyszerű, vagy van mások? Azért is, meg hogy tovább jutunk, akkor ennek a győztesére fogunk játszani az EB-ért. És akkor megint lesz egy magyar-izlandi. Egy EB-selejtező, mert ugye egyszer egy EB-n már játszott. Pótselejtező, mert az előző EB-n viszont Izland a csoportunkban volt. Ellenük juthatunk ki az EB-re, ez a lényeg. Az jó lenne. Legalábbis úgy tűnik. Én Izlandon néztem annak idején azt a meccset, és nem értették egy fesztiválon, és nem értették az emberek, hogy miért örülök a magyar gólnak ennyire, de szerencsére nem vertek meg. Na hát, ahogy ígértem, itt van velünk Gerendai Károly, a műsor második részében. Karcsival, mint nagyon sokszor beszélgettünk már sok különböző műsorban, és én rájöttem, hogy te ugyanolyan jól tudsz egy kérdésre 20 percen keresztül beszélni, mint a politikusok. Tehát amikor ugye politikus ül itt, akkor veszélyes, hogy valamit kérdezünk, akkor egy nagyon kerek, nagyon összeszedett, nagyon szép, nem mondat, hanem monológ kerekedik ki 20 percen keresztül. Tehát neked van valamilyen ilyen veleszületett tehetség, vagy tanultad ezt, hogy úgy beszélj, mint a politikusok? Hát tanulni biztos nem tanultam, hogy így beszéljek, de igazából én tényleg az van, hogy el tudok veszni egy mondatba, és egy idő után már nem tudom, hogy hol kezdtem, de valahol tartok, és aztán igyekszem valahogy kikeveredni belőle. Hát és főleg így, hogy azért csomó mindennel foglalkozol, így tényleg el tudsz veszni, nem olyan nincs, hogy elvesztél, hogy akkor most éppen, mondjuk a fesztivál ugye abból kiszálltál, operatív igen. Részéből teljesen, ugye vannak az éttermek, most ugye van a lupa, és ez két elég komoly, tehát azt gondolom, hogy ezek ilyen teljes embert kívánó
feladatok? Hát, hogyha nekem kéne mindent csinálni, akkor kell több embert. Hát nyilván, igen, tehát gondolom, hogy majdnem azt mondtam, hogy a medencét nem te ereszted le, de ott nem kell ereszteni, mert tó van, igen. De hogy mondjuk a nyugágyokat nem te nyitogatod ki, ezt nyilván gondoltam. De azért ennek az egésznek a felügyelete, az üzemeltetése, tehát az, hogy ezt az egész rendszert valahol nyilván te fogod össze, ez egy emberek, teljes emberes feladat, nem? Igen, hát én hozzáteszem, hogy azért elég régóta van, hogy már párhuzamosan több mindennel próbáltam foglalkozni, hiszen a Sziget mellett, mármint a Sziget cég mellett és a fesztivál szervezés mellett is már belekezdtem gasztronómiába, egyéb más vállalkozásokba is, tehát nem ismeretlen számomra az helyzet, hogy próbálni több lovat is megülni. Na de miért, mert nem volt elég? Untad? Hát kevés volt? Nem, inkább azt mondom, hogy ez is érdekelt, az is érdekelt, amaz is érdekelt, és szívesen kipróbáltam volna magam ezeken a területeken, és csak akkor azért még mindig úgy tekintettem, mint ezekre a vállalkozásokra, hogy nekem a Sziget a főállásom, és ezek meg a hobbi vállalkozásaim, még akkor is, hogyha egy része nem csak hobbi, hanem üzleti vállalkozás is. Aztán, ahogy eljöttem a Szigettől, és átadtam a stafétát Kádár Tominak, onnantól egy picit fura helyzetbe kerültem, mert hogy onnantól meg nem volt állásom, tehát nem volt irodám, titkárnőm. És munkanélküli segélyre is? Nem, hát csak hogy ez egy ilyen tök furi helyzet volt az életemben, hogy hát én 25 évet lehúztam a Szigetnél főállásban, és akkor egyszer csak ott álltam, hogy hiába van sok mindenhez közöm, de nincs konkrét munkahelyem, vagy hát olyan, ahova bemenjek dolgozni. Nyilván nem fogok a zsebedben turkálni, de gondolom, hogy nem szarul szálltál ki a Szigetből. És jókor is, igen. Az mondjuk ez egy nagyon jó döntésnek bizonyult, akkor ezt nyilván nem tudhattad előre. De én emlékszem, egyszer egy sífelvonóban találkoztam Amerikában egy román üzletemberrel, aki már 1000 éve Amerikában élt egyébként, és mondta, hogy kérdezte, hogy mit csinál, mint mondta, hogy nem tudom, milyen bizniszben volt, már elfejtettem, de hogy ennek jövő héttől vége kb., mert most adta el a cégét, és azt mondta, hogy innen, és költözik Tahitire, mert az élete hátralevő részét egy fürdőnadrágban szeretné leélni. Hát ezt mondjuk megtehetted volna te is, vagy azt gondoltad, hogy még túl fiatal vagy hozzá? Nem, eszembe se jutott. Tehát én nem abban gondolkodtam, amikor a Szigettől eljöttem, hogy én nyugdíjba menni akarok, vagy teljesen mostantól mindent elengedni, amivel foglalkozom. Úgy éreztem, hogy a Szigetből kiöregettem. Tehát egyszerűen ez egy olyan műfaj, amihez, hogyha nem vagy napra... Néha én is úgy érzem, amikor ott kódorgok föl le a színpadok között. De vannak, akik ezt nem fogadják el, hogy kiöregettek a Szigetből. Látogatóként remélem még én sem, de úgy, hogy nekem kellett ott a stratégiai döntéseket meghozni, irányokat kijelölni, és közben egyre kevésbé értettem már, hogy mik ezek a mai zenék, hogyan élnek, hogyan gondolkodnak a mai fiatalok. Úgy éreztem, hogy ez nem jó, hogyha közben mégis én próbálok meg itt döntéseket hozni, hanem hogy át kell adni a stafétát, ha már nem értek eléggé hozzá. Ráadásul tényleg annyi mindenbe kezdtem mellette bele, hogy állandóan abban a belső konfliktus helyzetben voltam, hogy na de most ide se érek oda, oda se, erre sincs elég időm, arra sincs elég időm, és mindig valahol égett a ház, és volt egy pont, amikor úgy éreztem, hogy valahogy rendet kell tenni magam körül. Ráadásul a kollégáiddal ellentétben, akik elérhetetlenek telefonon, és a visszahívásban sem erősködnek, te vagy az az ember, aki mindig fölveszi a telefont. Ezt nem tudom, hogy csinálod. Tehát most például nem tudnám fölvenni, mert repülőüzemmódban. De ez kivételes, és most nem is hívlak közben. De akárhányszor, ha nagyon-nagyon, maximum annyi, hogy mondod, hogy most nem tudok beszélni, visszahívlak. Tehát, hogy erre ez egy... Hát, mert szerintem erre van a mobiltelefon. Hát én azt, talán te még emlékszel rá, mert a régi ismerősök tudják, hogy nekem még mobiltelefonom is hosszú évekig nem volt, amikor már mindenkinek volt. Pont azért, mert úgy éreztem, hogy az arra van, hogy elérjenek, és hogyha én folyamatosan azzal kell majd foglalkozzak, hogy elérnek és beszéljek emberekkel telefon, akkor az elvesz más elől időt, ahogy a mai napig ezért nem vagyok a Facebookon, Instán, nem tudom, mindenféle közösségben, mert úgy gondolom, hogy az arra van, hogy az ember akkor ott reagáljon, ha megkeresik, hogyha nem tudom, valahogy tartsa ezen keresztül is a kapcsolatot a világgal, és 24 órában sok minden belefér, sok minden meg már nem. És onnantól, hogy lett mobiltelefon, akkor elfogadtam azt a helyzetet, hogy mostantól elérhető leszek. Na, Nóri mondta, hogy ugye a Szigetből így utólag most már ez látszik, hogy pont jókor szálltál ki, viszont a gasztronómiába, ugye nem most szálltál be, de mondjuk ez az év... Még jókor szálltam. Még jókor szálltál, akkor még működött, de mondjuk ez az év, ez nem kifejezetten a gasztronómia, a magyar gasztronómia meg a turizmus éve volt, és akkor egy nagyon picit komolyabbra is fordíthatjuk, hogy nagyon nagy megbicsaklás, nyilván nem csak neked, általában a vendéglátóknak ez a...
Hát azt mondom, a turizmus területén, aki nem a belföldi turizmusból élt azok számára, mindenki számára, a gasztronómiában is sokak, tehát szinte mindenki számára probléma, csak különböző mértékben attól függően megint csak, hogy ki mennyire a hazai vendégközönségre állt rá. Nekünk ugye úgynevezett fine dining éttermeink vannak. Az nem annyira a hazai közönség. Az nem jellemző, hogy, tehát nálunk kifejezetten magas volt a nemzetközi vendégarány, és hát emiatt különösen megéreztük, még a műfajon belül is sajnos ezt a problémát, de hát ez igaz, szinte az összes többi vállalkozásomra is, ugye nekem közöm van a Budapest Parkhoz, az akváriumhoz, amik tömegrendezvényekre, szórakoztatásra épültek, ott is ugye azért alapvetően átrendezte a piacot. De most sem vagytok kinn a vízből, sem a klubok, sem az étterem, akkor most mi történik? Tehát most például mi van a Costesben? Mutassunk is egy képet, hogy hirtelen a Costesről, hát most éppen, akár. Nyilván nem az valamit most mutatunk, mert ez egy rögzített kép, tehát tök üres, tehát bízunk benne, hogy azért, vagy kb. Így néz ki most. Sajnos most is hasonlóan néz ki az agyanom, de egyébként ugye két Costes van a Rádai utcában, meg van a belvárosban, és a Rádai utca az március óta zárva van konkrétan azért, mert annyira nincs vendég. A belvárosi éttermünket azt július elején újra nyitottuk, de most pont hétfőtől már három napra lekorlátoztuk a nyitvatartást, mert így próbáljuk legalább arra három napra összeterelgetni. Most az van, hogy öntitek bele a pénzt, nem? Hát olyan, igen. És hát most megint elkezdünk azon gondolkodni, hogy visszaállunk kiszállításra, csak egy picit más módon, mint ahogy ezt a többiek teszik, hiszen a fine dining az nem az a műfaj, amit csak úgy könnyű kivinni egy kész ételt, és akkor azt úgy odaadni, hiszen ott elvárod, hogy szépen legyen megtálalva, megfelelő mérsékletek, megfelelő állagok, megfelelő minden olyan, amitől az igazából a gasztronómia csúcsa. Most, hogyha ezt csak úgy kiküldöd egy futárral valakinek, és majd ki tudja, mennyi idő alatt ér oda, az tuti nem olyan lesz. Ezért azt találtuk ki, hogy a személyzet kimegy hozzád, és ott a te konyhádban elkészíti ugyanazt a fogást, amit az étterembe kapnál meg, csak legyen hozzá sütő. Igen, azért kellenek az eszközök, nem? Lap meg ilyenek. Elő tudjuk olyan szintre készíteni, hogy csak befejezni és megtálalni kell ott a helyszínen, és most ezzel fogunk próbálkozni, hogy milyen az, amikor otthon csinálunk neked Michelin csillagos vacsorát. Tehát gyakorlatilag a séf maga oda megy, és... Hát több szakácsunk is van, és ugye egy helyre tud menni a séf is, hogyha esetleg több megrendelés van, akkor több igen, helyre tehát, is ki tehát a profi személyzetből valaki oda megy, és igen, ott igen, tehát felszolgáló is, szakács is megy ki, és ott elkészítik, úgyhogy mindent mi viszünk, a poharat is, a tányért is, mindent, és a végén el is hozzuk, úgyhogy mosogatni se kell. És akkor ebből még akár valami ki is nőhet, vagy ez azért egy ilyen tűzoltó? Nem tudom, mert most indítjuk a jövő héten el ezt a szolgáltatást, de abból a szempontból én bizakodó vagyok, hogy szerintem ez egy elég unikális dolog, tehát ez máshol se nagyon, még nemzetközileg se nagyon hallottam arról, hogy ilyen bevállalnának Michelin csillagos éttermek. A másik részről meg én úgy érzem, hogy egyre szélesebb az a réteg Magyarországon, aki egyébként érdeklődik a csúcs gasztronómia iránt. Most ebben a helyzetben viszont különösen nem tud elmenni, de hogyha ezt otthon egy baráti társaság, egy szülinap, egy házassági évfordul, egy bármi kapcsán megkaphatja ezt az élményt, akkor én el tudom képzelni, hogy erre lesz igény. És ez mondjuk akkor, hogy mondjam, pénztárca barátabb megoldás is a hát annyiban nem, hogy nyilván ugyanúgy pénzbe kerül, mint hogyha az étterembe jönnél el, sőt, még olyan értemben egy kicsit talán többe is kerül, hogy hát még ugye ki is kell vinni a dolgokat, bár ez nem feltétlenül plusz pénzt kérünk ezért, de nagyjából ugyanannyira, amennyire az étterembe fogyasztanád el, elmegyünk hozzád és megvalósítjuk. Na most azért mielőtt esetleg azzal vádolnak majd hogy rögtön reklámadást. Ja nem gondoltam, de hogy ugye itt siránkozol, meg majd megint nullszaldóznak itt, azért tegyük hozzá, hogy a gasztronómiai oldalon történt komoly visszaesés mellett egy másik vállalkozásod viszont nagyon jól működött a nyáron, ugye Lupa. A Lupa, és ez most nem csak arról szól, hogy a te egyik vállalkozásod jól, a másik nem, mert ugye a Lupa az kifejezetten a belső turizmusra épült. Hát egyrészt, másrészt meg ugye nagyon sokan amiatt, hogy nem mentek el külföldre, és így, azok közül, akik egyébként belföldi, vagy itthoni lakosok, és esetleg nyáron nem lettek volna Budapesten, vagy Magyarországon, most még ők is. Na, pontosan ezt akarom kérdezni, hogy akkor azért a turizmusnak van egy olyan szegmense is, amelyik kifejezetten akár még jól is járhatott, profitált is abból, ebből a helyzetből, mert hogy több vendége volt?
Általánosságban azért ezt nehéz mondani, hogy egy szegmense, mert inkább azt mondom, hogy voltak olyan destinációk Magyarországon, ilyen volt a Balaton például, de ilyen volt akár a Lupató is, akik ebből szerintem profitálni tudtak. Azt most pontosan nem tudom, de el tudom képzelni. Illetve a falusi turizmus szintjén is volt szerintem egy erősödés, hiszen oda eddig sem feltétlenül külföldiek jártak, de most szívesen mentek az emberek eldugott olyan helyekre, ahol biztos nincs tömeg. De a Lupánál nekünk egy nagyjából 20%-os növekedésünk volt a látogató számban a tavalyi évhez képest, úgyhogy ott abszolút azt tudom mondani, hogy ez látszott, hogy ennek van egy pozitív hatása. Az egy másik kérdés, hogy hogy voltak olyan szegmensei a Lupának, hiszen nem csak a jegybevétel van, hanem ott vannak rendezvények, szponzorbevételek, ilyenek, amik viszont sajnos visszaestek, mert például a rendezvények, azok ugye mind elmaradtak szinte. Úgyhogy lehet nullszaldozni akkor. Nem csak, hogy nagyjából a végén üzletileg hasonló évet zárunk, mint tavaly, csak úgy, hogy volt, ami erősödött, volt, ami gyengült, de ez most azt gondolom, hogy a vállalkozásaink, tehát én bármelyiknél aláírtam volna idén azt, hogy csak ugyanolyan legyen, mint tavaly. Tehát azért itten is sokkal nagyobb bajok vannak a többieknek. Hát ugye van konkrétan olyan vállalkozásunk, ugye én azért még kis tulajdonos vagyok a fesztivál cégben is, hogy ahol nulla bevétel volt idén, miközben 1,45 milliárd kiadás. Na jó, de ugye a fesztiválok a valamilyen fajta mentőcsomagban azért részesültek. Hát most részesülnek, azt hiszem még folyik ez a pályázat, ahol, ha jól tudom, akkor maximum 30 millió forint az, amit támogatást kaphatnak. Ez mondjuk ezzel az 1,45 milliárddal szemben nem mondom, nem hogy annyira, megnyugtató. Igen, ezt mondjuk értem. Na most így hozzáteszem megint csak, hogy ez azért a többi fesztiválnak, akik nem ekkorák, ott ez valóban segítség, ez a mentőcsomag. Itt azok, akik igazán nagy költség, és azért ilyenből nincs sok, tehát ugye a három legnagyobb költségvetésű rendezvény, mit csináljuk a Sziget céggel, és azt gondolom, hogy utánunk még van mondjuk 5, max. 10 olyan, aminek tényleg nagy költségvetése van, az összes többinél azért ez valóban. Akkor attól tarthatunk, hogy esetleg ezek a fesztiválok jövőre már nem is tudnak, mert hogy egyszerűen nem élik túl? Hát a többiek nevében én nem tudok nyilatkozni, mi túléljük, nem ez a probléma, hitelt kellett fölvenni, de így túléljük. Tehát meg ugye azért itt ez a befektető, aki megvásárolta tőlünk a többséget, ez egy nagyon tőkeerős nemzetközi cég, tehát nem arról van szó, hogy most hirtelen akkor már fizetést se tudtunk adni az embereknek. Csökkenteni kellett, meg volt, akiket el is kellett küldeni. Itt az alapvető probléma az, hogy nem tudjuk, hogy egyrészt mi lesz jövőre, másrészt meg az egész műfajjal mi lesz, mennyire változnak meg a fesztiválra járási szokások, főleg a nemzetközi fesztiváloknál, mert Magyarországon magyar közönség szerintem el fog menni, ha lehet, a fesztiválok. Hát sőt, ez valószínűleg, több még inkább, mert hogy kimaradt egy év, és mindenkiben hiányoznak az élmények. Itt nem érzem, hogy itt nagy veszély lenne a jövőre nézve, ha csak nem lesznek további korlátozások, de abban én már egyáltalán nem vagyok biztos, hogy egy francia, egy amerikai, egy ausztrál, egy nem tudom, holland, vagy bármilyen fiatal. Mert ugye a Szigetnek közönség 70-80%-a külföld. Hát a bérletes közönségnek 80%-a, a teljes közönségnek körülbelül fele-fele, mert napi egyet főleg magyarok vesznek bérletet, meg főleg külföldiek, de a fele közönség nélkül nekünk nem fog menni, tehát azért nem tudjuk a felére csökkenteni a költségvetést, vagy csak olyan áron, hogy annyival gyengébb lesz a kínálat, hogy akkor meg a magyar közönség is vissza fog esni. Úgyhogy ez egy ördögi kör, és mondom, abban nem vagyok biztos, hogy eddig mi történt? Tehát ugye eddig az történt, hogy elkezdtük október-novemberben árusítani jegyeket, és már márciusra a felét legalább eladtuk a jegyeknek. Most szerintem márciusra nulla jegy lesz el, senki nem fogja tudni, hogy merjen-e venni például a jövő nyárra a jegyet. Na most úgy meg elég nehéz eldönteni, hogy mennyit költs sztárokra, hogy tervez, hogyha nem tudod, hogy lesz-e közönség hozzá. Úgyhogy azért ez egy új helyzetet fog. Tehát még akkor is, hogyha lesznek fesztiválok jövő nyáron, tehát ha nem lesznek korlátozások, meg lehet tartani, akkor is nagyon necces. Hát mindenképpen. Mert hogy ez lenne a kérdésem, nem csak a fesztiválok tekintetében, hanem a gasztronómiai vállalkozások tekintetében is, meg általában a turizmus tekintetében, amire azért erősen rálátsz, hogy nyilván azt, hogy járványügyileg mi lesz, azt nem tudhatjuk, azt sem, hogy a kormány milyen intézkedéseket léptet majd életbe a járványra válaszként, tehát nyilván ezeket senki sem tudja, de hogy akkor szakmai oldalról sincs sem neked, sem így a szakmában bárkinek valami fajta, nem tudom, becslése, előrejelzése, elképzelése, hogy hogyan lehet hosszú távon tervezni mondjuk a következő, nem is olyan hosszú távon, egy
egy-két évről beszélünk. Tehát ez egy ilyen hát a teljesen... következő évre szerintem senkinek fogalma sincs. A következő év alapján majd újra lehet tervezni a következő utáni éveket, de most azt nem tudja senki szerintem eldönteni, hogy lesz-e, milyen mértékű lesz a visszaesés, és hogy emiatt mivel kell számolni. Most úgy kell nekifutni egy ilyen vakrepülésként a következő évnek, hogy meg kell próbálni jó fesztivált csinálni, hogy hát, ha akkor sokan jönnek, és ha mégse, akkor majd behúzni a nadrágszíjat, és jövőre elkezdeni valahogy teljesen más alapokon, mint az azután következő évnek neki menni. De most szerintem a legtöbben azt fogják csinálni, amit most a Szigetnél is terveznek a kollégák, hogy egy jó erős Szigetet kell megpróbálni, mert arra van esély egyáltalán, hogy majd ide jöjjenek a külföldiek is, mert arra, hogyha most visszaveszünk eleve, arra még kevesebb esély van, hogy ide jöjjenek, úgyhogy ez azért lesz. Tehát akkor ez most nagyon nagy kód. Igen, ez most mindenkinek egy ilyen dupla vagy semmi év lesz a következő, hogy ami a csövön kifér, mert azzal lehet, hogy vissza tudjuk építeni a közönséget, az imidzset, a fesztivált, és hogyha ez mégse sikerült, mert ne adj Isten, mondjuk jön egy harmadik hullám, vagy még tart a második, vagy nem tudom, akkor viszont, akkor tényleg redőny. Hát ugyanis mondom, egy több mint 10 milliárdos költségvetésű rendezvényről beszélünk, ahol ha mondjuk elmarad a nézőszám jelentősen az eddigiektől, akkor sok milliárd forintot lehet ráfizetni. Azért azt már azt gondolom, hogy nehéz lesz. Tehát tényleg ahhoz, hogyha nincs az a fajta befektetői szándék, hogy én ebbe a helyzetbe is finanszírozom tovább a céget, akkor abba a fejre lehet állni. Jó, tehát akkor most ezt így nem tudjuk. Most én nem akarok most ilyen részmadárkodni, csak azt mondom, hogy most ezzel most ezzel nem szívesen búcsúznék. Szerencsére még van egy pár percünk, de ezzel rossz lenne. Szerencsére ezek már nem az én döntéseim lesznek. De hogy általában ezzel a hangulattal lenne. Tehát így azt gondolom, hogy szeretnénk azt hinni, hogy jövőre ez az egész már sehol nem lesz, és hát elfelejthetjük. Nagyon bízunk benne, és mondjuk nyilván erre nem te fogsz tudni választani, mint hogy beszéltünk, senki sem, de például jövő pénteken, tehát nem most, hanem jövő pénteken Merkeli Béla lesz a vendégünk, ezt majd nagyon újságként mondom, hogy hát, ha ő tud valamit, vagy legalábbis jövő pénteken már fog tudni valamit, hát nyilván ő sem tud jóslatokat tenni, de hogy azért mégis talán valami hát egy ilyen kis fényt az alagút végén, vagy mert az egész szakma most ebben a helyzetben van, nem? Tehát elmondhatjuk, hogy hát ha nem is kilátástalanság, de nagyon nagy bizonytalanság, és... Hát megint az van, hogy a szakma azért sok szintből áll, tehát például ugye a zenészek között vannak olyanok, akik... Közben dugtunk még egy gólt, 2-0-ra vezetünk. 2-0-ra vezet Magyarország. Na, hát akkor itt egy nagyszerű ír. Még mindig nem búcsúzunk el, pedig mindig van pár percünk, pedig ezzel milyen jó lett volna. Azt a mindenit. De majd ezzel fogunk, megígérem. Tehát csak, tehát ugye a zeneipar, vagy hogy mondjam, tehát a szórakoztatóiparnak ez a része, ez azért nagyon sokrétű. Tehát ahogy fesztiválból is van nagyobb, meg kisebb, úgy zenekarból is van nagyobb, meg kisebb. Most mondjuk az 500 fős korlátozással azért nem azt jelentette, hogy senki nem tudott innentől fogva koncertezni, vagy akár a nagy zenekarok is adhattak koncertet, csak nem érte meg nekik, mert ugye drága a produkció ahhoz képest. Igen, tehát azt a hang és fény markot. És a kis koncertekre mentek? Én amennyit láttam belőle, abban azt tapasztaltam, hogy azok működtek azért általában, a vége felé már nem, mert hogy amikor most újra föllángolt a második hullám a vírusnak, akkor az volt, hogy tehát a Budapest Parkban ugye 500 jegyet lehetett eladni, eladtunk 500 jegyet, és 300 ember jött el azok közül is csak, akik megvették azt az 500 jegyet, tehát 200 ember inkább veszni hagyta a pénzét, mert annyira megijedtek attól, hogy már ekkora tömegbe menjenek, úgyhogy a végén azért ez nagyon megváltozott a szezonnak, de a nyár folyamán voltak olyan időszakok, amikor legalább ezek az 500 fős bulik jól működtek. Úgyhogy ezért mondom, hogy van, aki nagyobb bajban van, mert aki egyébként előtte 10 000 fős bulikat csinált, és most max 500 főt csinált, abból elég nehéz ugyanannyi bevételre szert tenni. De az igazán nagy bajban egyébként azok a szereplők vannak, akiknél nem csak annyi történt, hogy csökkent a bevétel, hanem akiknek nem volt bevétele, viszont ezzel szemben kiadása volt. Hát együtt érzünk velük, és nagyon reméljük, hogy tényleg van fény az alagút végén. Jövőre lesznek fesztiválok, a turizmus is újra erőre tud kapni, de búcsúzzunk akkor tényleg egy jó hírrel. Magyarország 2-0-ra vezet idegenben Bulgária ellen az EB pótselejtezőn, politikai hobbista, legközelebb holnap este. Tartsatok velünk akkor is, köszönjük a figyelmet, köszönjük Gerendai Károlynak, hogy itt volt. Sziasztok! Hello.